Vasárnap gyújtották meg az első adventi gyertyát megyeszerte, például Kisvárda főterén. Nem csak a közteleken, de az otthonokban is fellobbantak az első lángok. Leskovics Zoltán, a megyei katasztrófavédelem tűzoltó alezredese azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy van néhány olyan tudnivaló, amivel megelőzhetjük, hogy tüzet okozzunk lakásunkban. Ellenőrizzük le, hogy az ott elhelyezett, az adventi koszorún elhelyezett gyertya mennyire stabilan áll, vagy ha önmagunk készítünk ilyen adventi koszorút, akkor meg úgy készítsük el, úgy helyezzük fel ezt a gyertyát, hogy ez stabilan álljon, tehát rögzítve legyen. Rendszerint így következik be a tűzesemény, hogy ez a gyertya akár önmagától, akár mondjuk húzat hatására el fog dőlni, és meggyújtja a környezetében lévő égető anyagot. És akkor itt a másik, mondjuk úgy neuralgikus pont, az, hogy ne kerüljön az égő gyertya közelében éghető anyag, mert hogyha véletlenül az emberi figyelem központjából kikerül ez az égő gyertya, akkor sem gyújtsa meg a környezetében lévő éghető anyagot, hiszen az majd okozza a tűz tovább terjedését. A katasztrófavédelem figyelemfelhívó filmjében a karácsonyi veszélyeket is bemutatják. Egyre gyakrabban használnak inkább elektromos fényfüzéreket a fán és a házban, sem mint gyertyát. Ezek használatánál is érdemes néhány egyszerű szabályt betartani. Vásárlás során ellenőrzött körülmények között vásároljunk ilyen eszközt, és amit szerkesztő úr is mondott, tehát hogy nézzük meg, hogy ez hová való, kültérre, beltérre. Ami még fontos lehet elektromos berendezések, elektromos hálózat vonatkozásában, rengeteg elektromos berendezést használunk. Ezek teljesítmények különböző lehet összeadódva, a hálózati túrterhelést okozhat, nem minden épületünk, lakásunk mostani építésű, a régebbieknél feltételezhetően kisebb teljesítményre készültek azok a hálózatok. Adott esetben szükséges ezek felülvizsgálata, szakember általi felülvizsgálata, győződjünk meg arról, hogy bírja ezt a terhelést, hiszen 2021-ben már mindenféle eszközünk, berendezésünk szinte elektromos meghajtású. A szakember még arra is felhívta a figyelmet, hogy életet menthet ezekben a hónapokban a szénmonoxid mérő berendezés is az otthonokban. Annak felszerelése néhány ezer forintos költség ugyan, de komoly bajt és kárt tud megelőzni.